Kisebb tömeg verődött össze a Windsori kastélynál, ahova három ágyútalpat is magukkal húzva vonultak be a brit hadsereg díszelgő lovasai. Sok nézelődő már most virágokat helyezett el a kastélyhoz vezető Long Walk mentén. Néhány alattvaló gyerekekkel, piknik kosárral a kezében figyelte a Fülöp herceg temetésére készülő katonákat. Második Erzsébet férje tudatosan készült halálára. Gyászintója megtervezésében személyesen is részt vett. A katona zöld színű Land Rover Defendert 16 éven át fejlesztették. Noha ez a herceg temetése lesz, elkerülhetetlen figyelem fogja kísérni az uralkodóház fiatalabb tagjai közötti drámát. Harry herceg hazarepült Kanadából nagyapja temetése alkalmából, részt is vesz a gyászmenetben, de nem testvére Vilmos herceg mellett és a kápolnában sem fognak egymás mellett ülni, ahogy az néhány éve még természetes lett volna. Sokan úgy gondolták, a temetés jó alkalom lesz a testvérek közötti nézeteltérések elsimítására, de az ültetési rend erre végül nem ad lehetőséget.